Zsolt Péter. Társadalmi verseny a médiában. Zsolt Péter vagyok, a rendszerváltás környékén egyetemista éveim végén és után a Valóság folyóirat munkatársaként kerültem közel a szerkesztőségi munkához, aztán médiaszociológus lettem, most pedig a Magyar Médiafogyasztók Egyesületének elnökeként küldöm üzenetem a liftből. Van média szociológus, aki szerint a verseny a médiában zajlik, és van, aki szerint mire eljutnak a dolgok a médiáig, már rég eldőltek. Részben azért, mert a média eleve csak az előtérbe tolakodott információkkal tud foglalkozni, sztereotípiákra fogékony. Részben, mert a demokratikus társadalmak sem demokratikusak. A vita politikai oldaltól függően is állandó, a nyugati baloldaliak a gazdasági hatalom erejétől a verseny tisztaságának hiányára panaszkodnak ma is. Abban azonban mindenki egyetért, balosak és konzervatívak egyaránt, hogy jó az, ha a verseny korrekt módon a médiában zajlik, és nincsenek megcinkelve a kártyák. Médiafogyasztóként ugyanezt mondhatom. Jó érzés, ha megerősítik a már meglévő véleményem, de ha ez már nagyon átlátszó agymosás, azt már nem szeretem. A propagandánál érdekesebb a vita. A jó viták önmagukat írják, nem koreografáltak. Spontán módon kelnek életre és szárnyalnak. A propagandisztikus média viszont egyre erőlködőbb, kétségbeesettebb, izzadságszagú. Politikai, gazdasági, kulturális, ízlésbeli, stb. Versengés terepeként tekintünk mi, fogyasztók, a médiára. Akkor érezzük magunkat átverve, mikor azt látjuk, hogy a versengés nem tisztességes, a média megalkuvó vagy elkötelezett módon a háttérben eldőlt erőviszonyok szerint tálal, miközben mi azt szeretnénk, hogy a verseny a maga drámaiságával vagy szórakoztató voltával tisztességes feltételek között előttünk történjék. Arról már nem ismerek fantáziálni, hogyha ezt az egy elvet, mármint hogy a verseny történjék a médiában, mindenki alapértékként elfogadná, mi minden következne belőle. Márpedig nem lehet nem elfogadni, legfeljebb nem veszünk róla tudomást, miközben tudjuk, hogy ez a média egyik társadalmi küldetése. Kívánjuk ezért szerkesztőknek, szabályozóknak és a műsor előállításában résztvevő összes munkatársnak, hogy mindig legyen erejük megvalósítani a demokratikus média alapküldetését, hogy meg tudják teremteni a legnehezebb körülmények közt is, hogy a társadalmi versengés átlátható módon a szemünk előtt menjen végbe.